Betonpillérek alapjai ezen a futballpályánál is nagyobb helyen. Mellettük munkagép az újfehértúji kutatóállomás területén. Nem nehéz kitalálni, hogy itt valami nagy dolog épül. Hogy mi, azt a látványterv árulja el, így fog kinézni a Szabolcsi Alma Centrum. Három alaptevékenységével, a kutatásfejlesztéssel, a szaktanácsadással és a logisztikával értékesítéssel a leendő létesítmény egészében valódi segítséget szeretne nyújtani a régió almatermelőinek, hangzott el a csütörtöki alapkületételi ünnepségen. Nem kizsákmányolni akarja őket, hanem megélhetést biztosítani, a vidéki élet minőséget javítani, hogy valódi cél legyen, és a megtermelt gyümölcsnek legyen értéke, mert az akkor okoz örömet a gazdának, ha az egész évben elvégzett munka eredményét profittal el is tudja adni. Az eseményen az agrárminiszter azt emelte ki, a beruházás jelentősen hozzájárulhat a termelők versenyképességének javításához és piaci helyzetük stabilizálásához. Nagy István arról az új keletű trendről is beszélt, hogy a fogyasztók szezonalitástól függetlenül elvárják, hogy minden gyümölcs és zöldség egész évben elérhető legyen. Korszerű tárolási rendszereivel a központ is azt szolgálja majd, hogy az alma az év bármelyik napján ott lehessen a magyarok asztalán. Azt kell mondjam, hogy ez az emberi elvárás valahol nincs jól, mert sokkal inkább megdrágítja a folyamatokat mindez, de ez a társadalmi elvárás. Ha ki tudjuk elégíteni ezt az igényt, akkor megfelelő jövedelmi viszonyok közé kerülünk, és versenyképes lesz a magyar termelés. Ha nem tudjuk kielégíteni ezt, akkor bizony a legalacsonyabb jövedelem kategóriába kerülünk, hiszen mindig szezon árban, dömping áron kell értékesítenünk a terményeket. Az első körben több mint 40 új munkahelyet létrehozó Almacentrum a megye legnagyobb agrárberuházásaként épül meg. Új pályára állíthatja az alma termesztését, kutatását, fejlesztését, logisztikáját, a piacra jutást. Itt elhangzott a egyik köszöntőben, hogy először a piacot kell megteremteni, utána a terméket. Valóban legalább olyan fontos, hogy megfelelő piacokat találjunk. A piacra jutásnak pedig nagyon fontos feltétlenül, hogy a logisztikai szolgáltatások rendben legyenek. Ne kényszerüljön a termelő adni akkora termést, amikor van, hanem akkor, amikor a legjobban el lehet adni. 25 ezer hektáron évente átlagosan 600 ezer tonna alma terem Magyarországon, ennek nagy része megyénkben. A centrum azt a célt is szolgálja majd, hogy a termés értéke emelkedjen azáltal, hogy a lialmaként idebehozott gyümölcsöt szétválogatják, és a magasabb áron étkezési almaként értékesíthetőt kiszedik belőle. Reményeink szerint ez hitet és lehetőséget adhat a gazdáknak, mert hogy az Európai Unióban a léalma csak 30%-a a megtermett alma mennyiségnek, nálunk közel 70%-a. Tehát ha ezt meg tudnánk fordítani, ezt az arányt, akkor igenis jelentős árbevételre tudnának, árbevétel pluszra tudnának a gazdáink szert tenni. Újfehértó polgármestere azt emelte ki, a város 21. századi történetének legnagyobb beruházásával az is cél, hogy minél többen foglalkozzanak gyümölcstermesztéssel. A projekt kapcsán mi Újfehértón szeretnénk erre épülve infrastruktúrális fejlesztéseket is végrehajtani, hisz a ingatlan és a centrum megközelítését mindenképpen fejlesztenünk kell, mert jelenleg csak a városon keresztül lehet megközelíteni. Tervezés alatt van egy olyan út, amely elkerülné a várost, és közvetlen útkapcsolat lenne a 4-es számú főútra. A Szabolcsi Almacentrum mintegy 7,6 milliárd forintból épülhet meg, melynek egy részét a kormány biztosította a kertészeti üzemek korszerűsítését célzó pályázat keretein belül. A támogatás összege 1 milliárd 559 millió 815.700 forint. Az épület komplexuma tervek szerint jövő tavaszra készül el, így a régióban működő almatermesztők jövő ősztől várhatóan már itt tudják tárolni, értékesíteni termésüket. A 9000 tonna befogadó képességű központ post-harvest technológiájával, modern berendezéseivel jó minőségben tudja majd osztályozni és csomagolni nem csak az almát, hanem más gyümölcsöket is, éves szinten mintegy 20 000 tonnát.